Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk. A YouTube új irányzatának megfelelően sajnos nem rakhatok be képet, sem zenei bejátszást, mert akkor élből letilt. Szóval az a helyzet, hogy azt találtam ki megoldásképpen, hogy egyrészt sokkal jobban leírom, hogy szerintem hogy néznek ki ezek az emberek, illetve fogok egy rögzített kommentbe linket berakni, vagy legalábbis megpróbálom, linket berakni a fotóikhoz. Jó, úgyhogy ezt a kettőt próbálom most meg, próbálkozom. Na de vágjunk is bele! A mai esetünk két különálló eset lesz, és mégis egy videóban szeretném nektek feldolgozni. Azért, mert hogy picit ilyen nőgyűlölet részhez kapcsolódóan, de szeretném, hogyha látnánk a különbségeket. A különbségeket, és ebben szerintem még nagyon sok minden benne van. Na de kezdjünk az első történetünkkel, jó? Mindegyik egy-egy egyedi eset, tehát nem sorozatgyilkosokról fogunk ma beszélgetni. Az első esetünk Cynthia Brown. Nem tudom, hogy hallottátok-e az ő esetét. Most van egy Netflix sorozat róla, úgyhogy azt még nem néztem meg. Megmondom őszintén, akkor akartam ezt a videót megcsinálni, amikor megnéztem azt a sorozatot, de nem fér bele az időbe. Úgyhogy hát nézzétek meg, és mondjátok el, hogy mit gondoltok róla, és hogyha nagyon jó, akkor én is megnézem. Ó, igen, elfejtettem, hogy ez a koporsó palettám. Bocsánat. Szóval... Cynthia Brown-nal kezdünk, aki 1988. január 29-én született, és nagyon-nagyon rossz körülmények közé. Az édesanyja alkoholizált egész terhessége alatt. Ezt ma már tudjuk, szóval, hogy ebben nagyon komolyan foglalkozik a pszichiátria és a pszichológia is, hogy milyen mentális problémákat okoz az, hogyha valakinek az anyja terhesen iszik. Tehát, hogy a kisbabára nézve lesznek nagyon-nagyon komoly, súlyos mentális következményei, és Magyarországon is viszonylag sok nő iszik terhesen, szóval, ja, ezt jó tudni, hogy ennek ilyen hatásai vannak. De Cynthia anyja úgy gondolja, hogy ő tök jól csinálta a dolgokat, ugyanis legalább nem drogozott terhesen. És viszont amint megszületett Cynthia, abban a percben visszaszokott a kemény drogokra, és az a helyzet, hogy 8 hónapos Cynthia, amikor elveszik az anyjától. Bekerül a rendszerbe, és egy idő után örökbe fogadják, de mint nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok gyerek, nem viseli jól az örökbefogadást, és nem viseli jól ezt az ide-oda dobálást. Illetve azt is... Kicsit ilyen pszichológiai szempontból látni kell, hogy az, hogyha valakit eldob az anyja, a szülő anyja, az mindig nagyon komoly mentális károkat okoz, mert hogy az az ember, akit téged feltétlenül kéne, hogy szeressen, azt mondja, hogy nem kell lesz. És ez mindig egy nagy törés az ember életébe, ezért van az, hogyha hiába nem is dobott el az édesanyját, de nem úgy szeretett téged, nem feltétel nélkül, nem ilyen rajongásig szeretve, akkor nagyon soká, tehát hogy ez kihat az életedre. Na, de a következő, ami történt, hogy 13 éves, amikor már elkezdenek ilyen rendőrségi feljegyzések lennek Cynthia életéből, hogy lop, hogy ezt csinál, ezt csinál. Tehát, hogy egy ilyen nagyon balhés tinédzser volt, de nem durván balhés tinédzser, jó? Tehát, hogy ilyen kicsi stiklikeit elkövet, de egyik sem olyan iszonyúan egetrengető durva, mint mondjuk, amiket látunk ilyen pszichopátiás személyiségzavarú tiniknél, nem ilyenekre gondoljatok, hanem tényleg ilyen nagyon pici stiklikre. Viszont 2004-ben ő elszökik végleg nevelőszüleitől, és az utcán tengeti az életét, ahol találkozik egy... Istenem, egy borzasztó emberrel, akit úgy hívnak, az az utcai neve, hogy Kat, kötőjel Throat, mint hogy elvágni a torkod. Tehát így, nem. Szóval Kátnak fogjuk őt hívni. Találkozik Káttal, aki nem egy rendes fiú. Na, ő viszont már az igazi ilyen bűnöző lélek, és
és hát nem is bánik kedvesen szintójával, de az az igazi strici jellegű, aki először azt mondja, hogy így szeretlek, úgy szeretlek, nálad szebb, okosabb, jobb nincsen, én neked a világot oda akarom adni, tehát hogy ez a fajta beeltetés megkezdődik szintójával, és szintója elhiszi, mert el akarja hinni. Mert egész életében csak erre vágyik, hogy valaki azt mondja neki, hogy én téged szeretlek úgy, ahogy vagy, és mindennél jobban. De az a helyzet, hogy hát ezt nem gondoltak olyan, és nem is érezte ennek fontosságát, hogy ezt komolyan gondolja, és annyira nem gondolta ezt komolyan, hogy 2004. augusztus 6-án eladja Cynthiát egy férfinak. És most beszélgessünk erről a férfiról. Na szóval eladja Johnny Michelle Ellennek. Jaj, nem írtam le Cynthiát. Na Cynthiát úgy képzeljétek el, hogy hát én most nem tudom nektek megmondani, hogy ő afroamerikai, vagy ilyen latinó lány, mert nagyon-nagyon sötét bőre van, fekete haja van, és fekete szeme. Mert nem annyira sötét a bőre, hogy azt tudjuk egyértelműen rámondani, hogy ő afroamerikai, de hogy alapvetően ilyen nagyon karamella színű, mély karamella színű bőre van, fekete szeme és fekete haja. Kat Road egyébként egy magas, vékony, fekete bőrű fiú, tehát egy afroamerikai fiú, és Johnny Michelle Ellen pedig egy fehér bőrű férfi, aki szemüveges, rövid barna haja van, és egyébként nagyon normálisnak néz ki. És hát azt kell róla tudni, hogy 43 éves, és egy lelkész. Hagyok rá időt. Szóval lelkész, aki fiatalkorúakkal foglalkozik, és szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy megveszi a 16 éves, akkor 16 éves szintóját, hogy szórakozzon vele. Szóval több problémám is van, és aznap ez a drága jótett lelkész lelkünk, ő egyébként hajléktalanoknak celebrált, és aznap estére szervezte meg ezt a mókát magának. Oké. Semmi baj, tényleg. Na és hát az a helyzet, hogy nagyon furán viselkedik szintójával, a fegyvereit mutogatja neki, még egyszer mondom, ez egy lelkész. Szóval a fegyvergyűjteményét mutogatja neki, meg arról beszél, hogy milyen jó, hogyha bánthatsz valakit fegyverrel, meg szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon elkezd félni szintója. És aztán végül bekerülnek az ágyba, és ott ez a fiú elvileg, ez a 43 éves, nem fiú, 43 éves Johnny kinyúl, és olyan, mintha a fegyverét nyúlna, és szintója teljesen be van ijedve, és elkezd vele dulakodni, és a vége az, hogy szintója főbe lövi ezt a férfit. És nem csak, hogy főbe lövi Johnnyt, hanem nyilván aztán halálra ijed, fogja, kirabolja. Tehát tény és való, hogy a pénztárcájából kiszedi a 172 dollár, amit ott volt, és utána visszamegy Kathoz, hogy elmesélje, hogy milyen borzalom történt vele. Persze szintóját nagyon-nagyon hamar utoléri a rendőrség, és megtalálja. Nem fektettek bele túl sok energiát, hogy egyáltalán eltűnjön, vagy hogy ne legyen a képbe. Letartóztatják, és hát az egész kihallgatás alatt nagyon-nagyon ocsmányul bánnak vele. Tehát, hogy végig az a narráció, hogy ő a fő gonosz ebbe a sztoriba. Még véletlenül se a lelkész, aki egy 16 éves lányt vesz meg magának. Ne, dehogy, miért lenne ő? Hanem hogy ő, és olyan szinten, hogy elérik azt, hogy nagykoruként tárgyalják az ügyét. Én ezt nem is értem, hogy ezt miért hagyta bárki is, hogy egy 16 éves gyereknek, mert 16 évesen, tudom, hogy én is azt gondoltam magamról, hogy felnőtt vagyok, de 16 évesen még gyerek vagy, még pszichológiában is meg tudom nektek mondani, hogy nem fejlődik ki a prefrontális kéreg, ami a döntéshozatalért felelős. Nem vagy felnőtt, nem hozol jó döntéseket. Nem szabadna felnőttként tárgyalni egy 16 éves gyereknek az ügyét. Kész. Nem. Sajnálom. Én ezen a párton vagyok. És az a helyzet, hogy nem csak, hogy felnőttként tárgyalják, hanem az egész úgy van beállítva, mint hogyha szintója ezt az egészet kitervelte volna,
És hogy ilyen jó kedvébe a pénzért, azért a 172 dollárért ölte volna meg ezt a férfit. Egyébként Cynthia azért vette el a pénzt, mert hogy ő nem tudta, hogy már ő előre ki lett fizetve Kátnak, tehát hogy ő azt hitte, hogy akkor Kát még jól meg fogja őt verni, mert nem visz haza pénzt. Tehát elvileg ezért vett el a pénzt, most hogy ezt elhisszük, vagy nem hisszük, nyilván ez mindenkinek az egyik döntése, de hogy alapvetően elvileg van egy ilyen narráció is. Abszolút nem nyomoztak abban, hogy most ez tényleg dulakodás volt, vagy nem. Nagyon, tehát tényleg úgy kezelte az egész ügyészség, az egész rendőrség, mint egy ilyen lejátszott meccset, hogy igen, itt van megint egy kis prosti, igen, kit érdekel, hogy ő hogy került ebbe a helyzetbe, hogy kényszerítették, nem kényszerítették, semmi nem számít, milyen csúnya, hogy megölte azt a 43 éves férfit. Elnyebelnye. És itt van a legnagyobb probléma, hogy nem is figyelünk oda, hogy nem is figyelünk arra, hogy ezek a nők, ezek a lányok hogy kerülnek ebbe a helyzetbe, nem is figyelünk arra, hogy ő el lett adva akarata ellenére, hogy nem figyelünk, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez azért egy végtelenül szomorú dolog, hogy így végig mehet egy egész ügyészségi, bírósági eljáráson egy ügy, anélkül, hogy bárki feltenné ezt a kérdést, de hogy figyeljetek, ez biztos oké? Okay? És végig ment. És úgy ment végig, hogy bűnösnek találják, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Cynthiát a szabadulás lehetősége nélkül. Hány olyan sorozatgyilkost láttunk, akit még el is engedtek volna. Hány olyan esetet láttunk, amikor azért lehetett a sorozatgyilkosnak nem tudom hány áldozata, mert kiengedték a börtönből 1 év, 2 év, 7 hónap után. És itt van egy 16 éves lány, akit életfogytiglanra ítélnek. Azért, mert megvette őt egy 43 éves lelkész, hogy megerőszakolja, vagy hogy szexuálisan kihasználja, és életfogytot kap szabadulás lehetősége nélkül. Egy önvédelemből elkövetett tettért. Szóval, na, azért érezzük itt, hogy itt valami nagyon nem oké. Na és hogy mi lesz Cynthiával? Mert hogy Cynthia története, hála az égnek, nem itt fejeződik be. Szóval Cynthia az egyetemet elvégz, elkezd tanulni a börtönbe. Nem csak, hogy elvégzi a gimnáziumot, de felvételizik egyetemre, és elvégez nem csak egy BA-t, egy MA diplomát is szerez a börtönben. Én szerintem már ez is egy szép dolog, nyilván ez ott kint biztosítva van, mint lehetőség, de azért meg kell, hogy mondjam, ott se élnek túl sokan ebben a lehetőséggel. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenki diplomákat szerez a börtönben, hanem arról van szó, hogy Cynthia volt olyan erős és olyan határozott, hogy igenis meg tudta ezt csinálni, és kitartó volt. Na és képzeljétek el, hogy felkapott lesz az ügye. Egyszer csak, a 2010-es években, méghozzá annak végén, 2018-ban, meg 2019-ben Rihanna nevezetű pop énekesnő találkozik ebből az üggyel, valaki meséli neki, és twitter róla. És elkezdenek egyéb celebek is twittelni, és beszélni erről az ügyről, és olyan szintű nyomást tud a közösség, a társadalom nyomni, tehát hogy elkezdenek petíciókat írni, elkezdenek tömegek odafigyelni erre az ügyre, hogy egy önvédelemből elkövetett esetnél egy 16 éves lányt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélnek, és hogy nem tudom, miket csinálnak. Ja, és egyébként a végzettségét Cynthia a börtönben jóra használja, tehát gyerekeknek segít ingyen online, meg szóval, hogy ilyen nagyon, nagyon jó dolgokat visz ő véghez. És képzeljétek el, hogy akkora politikai nyomása lesz ennek, hogy végül megváltoztatják politikai nyomásra. Ez is milyen már? Tehát, hogy akkor elvileg bármilyen döntést, bármilyenre át lehet változtatni. Na mindegy, szóval van egy politikus, Bill Hassler, aki annyira akar nyerni a választásokon, és annyira szeretné maga mellé állítani a közvéleményt, hogy kijárja azt, hogy Cynthiának a börtönbüntetését 15 évre módosítsák. Ez 2019-ben történik meg. 2004-ben zárták őt börtönbe. Úgyhogy módosítják az ítéletét 15 évre,
és 2019-ben ki is engedik Szintóját. Szintója egyébként azóta dolgozik, rendes életet él, könyvet írt, és férjhez ment. Úgyhogy sok interjút is ad, és hát mondom, a Netflixen is van egy sorozat arról, hogy ő neki hogy alakult így az élete, és hogy mi történt. Szerintem ez egy nagyon-nagyon érdekes ügy, és nagyon felháborító, és főleg akkor, hogyha mellé teszem a másik ügyünket, ami pedig nem máskor játszódik, mint 2015-ben. Ez az elkövetőnk nem más, mint Brock Turner. És ha én utálok egy embert a világon, többet utálok, de ha egyet utálnék, akkor ő lenne az. Tehát, hogy meg kell mondanom, hogy Brock Turner, Brock, még a nevét sem akarom jól kimondani, Brock Turner a gusztustalanok gusztustalanekkel. Brock Turnernek a sorsa és a sorsának az indulása egyáltalán nem olyan, mint Szintójának. Brock Turner nagyon-nagyon jó módba született, nagyon-nagyon gazdag családba, egy fehérbőrű, magas, jóképű, szőkehajú, kékszemű fiút képzeljetek el. És ezek minden baj, nem baj, hogy fehérbőrű, és nem baj, hogy gazdag családsarja, ez mind nem lenne probléma. Én tényleg, én nem ítélkezem, tehát tök jó, hogy ilyen helyre születtél, tök jó neked, hajrá. És Brock 2015-ben egyetemre jár, méghozzá Stanfordra. És Brock jól tanul, és Brock érsportoló, tehát tényleg, tehát, hogy beleteszi a munkát az életbe, nem tudom, sikeres, úgyhogy nem gondolunk eddig Brockról rosszakat. Míg nem, ott tartunk, hogy 2015. január 18-án, amikor Brock 19 éves, meglátják őt egy sikátorban. Két fiú fogja őt meglátni, amint éppen egy öntudatlan lányt erőszakol meg. Igen. Ez az öntudatlan lány egyébként a 22 éves Chanel Miller. Hogy miért volt öntudatlan, azt annyira próbáltam megkeresni, hogy őt most bedrogozták, vagy tényleg ő annyi alkoholt ivott, hogy maga tehetetlen volt. Szerintem az utóbbi. De az sem jelent semmit. Sajnálom. Bármilyen öntudatlan embert találsz az utcán, az nem azt jelenti, hogy te azt csinálsz vele, amit akarsz. És hogyha te azt gondolod, hogy egy öntudatlan emberrel te azt tehetsz meg, amit akarsz, akkor veled van a nagy baj. Sajnálom. De ez így van. Na szóval, és megtalálják, hogy ez a fiú éppen ott erőszakolgatja ezt a lányt, erővel leveszik róla, lefogják, kihívják a rendőrséget, aki beviszi őt. Annyira fölmegy bennem a pumpa ennek a történetnek a mesélésekor, hogy nem tudom elmondani. Szóval beviszik a rendőrségre, miközben ő nevet. Nevet. Szerinte ez vicces. És még mielőtt elkezdett nekem mondani, hogy de hát ő sem volt biztos teljesen józan, megcsinálták a vérvételt, és nem volt olyan vészes a véralkohol szintje. Tehát ő pontosan tudta, hogy mit csinál, és azért csináltatták meg ezt a tesztet, mert ebben akartak védekezni az ügyvédjei. Egy napot nem töltött a börtönben a letartóztatása során, ugyanis egy 150 ezer dolláros óvadékért cserébe szabadon engedték, és ezt a 150 ezer dollárt a szülei így fizették ki. Igen, a 150 ezer dollár, ez kb. Ilyen 60 millió forintnak felel meg, szóval nem tudom, hogy melyik kötök szülője tudna 60 millió forintot kicsengetni azért, hogy szabad lábon védekezzél. Az ennyi meg biztos nem. Szóval, hogy így... Na és hát Brockunk természetesen ártatlannak vallja magát. Ő minden miatt ártatlannak vallja magát, de minden bizonyíték ellene szól. Van ellene DNS bizonyíték, van két szemtanú. A buliban elmondják, hogy kétszer odament, mert hogy ők egy buliban voltak, egy ilyen házi buli jellegűben voltak, hogy kétszer odament Michelhez, és megpróbálta felszínni, és Michel mind a kétszer visszautasította. Aztán azt is elmondja az egyik hülye haverja, hogy aztán leállt a próbálkozással, annak a reményében, hogy Michel elfelejti az arcát. Szóval... Több problémám is van ezzel a fiúkával, na mindegy, szóval ha ártatlannak vallja magát, a világ legjobb ügyvédjeit megfizetik neki, tehát tényleg egy ügyvéd hadseregül mellette kb., és az ítélet 6 hónap lesz.
Tehát minden bizonyíték rendelkezésére áll az bíróságnak, hogy ez a fiú igen, ténylegesen megerőszakolt egy magatehetetlen, öntudatlan nőt, direkt, kész akarva. És nem csak megerőszakolt, a ütésnyomok vannak azon a lányon. Tehát, hogy mindent jól csináltak, minden bizonyíték megvan, és 6 hónapra ítélik. És ugye a bíró dönti el az ítélet mennyiségét. Tehát, hogy maga az esküszék csak azt mondja, hogy bűnös. És az esküszék azt mondta, hogy bűnös. És a bíró adott neki 6 hónapot, és a szöveges indoklás az, amitől nekem olyan 1220-ra felmegy a vérnyomásom. Az volt a szöveges indoklás, figyeljetek, hogy 20 percnyi tettért kell lenne egy ilyen ígéretes életet tönkretenni. Amikor én ezt olvastam, figyeljetek, tehát, hogy... Illetve azt is mondta a bíró, aki valószínűsítem, hogy a család haverja, és együtt járnak golfozni, és egy körökben mozognak, mert különben hogy mondasz ilyen hülyeségeket? Szóval, hogy a 20 perc tettér kár lenne egy egész ilyen ígéretes fiatalember életét tönkretenni, és még azt is mondta, hogy ő szerinte beláthatatlan károkat okozna a börtön egy ilyen fiúban. Hogy mi van? Hogy tessék? Szóval... Tehát, hogy tényleg ez az a szint, amire már így nem találsz szavakat. Tehát, hogy, és képzeljétek el, nem jól reagált a közvélemény. Vérig volt sértődve a bíró bácsi, hogy ez milyen dolog, hogy hogy neki rosszakat mondanak, hogy ő csúnya leveleket kap az irodájába, meg az e-mail címére, hogy elküldik a jó édesanyukájába. Nem akarom mondani, én nem vagyok híve ennek a mások megfélemlítésének, meg bullyingolásának, de hogy azért ebben az esetben így érzem, hogy nem csodálom, hogy az emberek többségénél ez így kiverte a biztosítékot. De tessék! Szegény lány, most képzeljétek el szegény Michelt. Szegény Michel is teljes, úgy meghurcolták ezen a tárgyaláson, hogy ő miért iszik ennyit, milyen ruha volt rajta, hogy viselkedett, ő egyébként neki hány szexuális partnere volt az élet. Tehát, hogy olyan gusztustalan és undorító volt ez az egész, hogy ezt elképzelni nem lehet. Egyébként Brock bemegy a börtönbe, és 3 hónap után jó magaviseletért szabadul. 3 hónap után kijön az utcára. És szeretném mellé rakni Szintoly esetét. Szeretném, ha látnánk, hogy van egy önvédelemből elkövetett emberölés, ahol életfogytot adunk egy 16 éves kiskorúnak, és van ez a 19 éves fiú, aki megerőszakol egy lányt, pontosan tudja, hogy mit csinál, és 3 hónapot ül összesen, mert nehogy rossz hatással legyen rá a börtön. Tessék! Egyébként nagyon próbálja a család eltüntetni ezt a fiút, tehát, hogy ő nyilván nem szerepel a médiába, és nyilván nem csinál semmit. Egyébként Michel írt könyvet, és leírta ezt a történetét, és hogy vele ez hogy történt, meg az egész nyomozást, meg az egész bírósági tárgyalást, meg ezt az egész fiút. Leírta, mert hogy nem tudom, tehát hogy ez a fiú tényleg mindent hazudott. Ezt még azt is hazudta, hogy ő ott beleegyezett ez a lány. Aztán utána, amikor megállapították, hogy olyan szintű volt az alkohol, és ugye amikor kiérkezett a rendőrség, és megjött a mentő, és elvitte ezt a lányt, még órákig nem tért magához, tehát hogy ki van csukva, hogy ez a lány beleegyezett, akkor meg elkezdtek arra hivatkozni, és ez a fiú elkezdte azt mondogatni, de hát nem mondta azt, hogy nem. Ha nem mondja, hogy nem, akkor nekem honnan kéne tudnom. Tehát ő szerinte teljesen rendben van. És ez a másik félelmetes ebbe, hogy ez a fiú teljesen megvan arról győződve, hogy ez rendben van. Hisz hát nem mondta azt, hogy egyértelműen, hogy nem. És tudom, hogy ez egy nagy társadalmi vita erről, hogy kell-e nemet mondani, és hogyha nem mond nemet, akkor honnan kéne tudni, akkor tényleg nem erőszak-e. Csak az a baj, hogy azt felejtik el, és ebben megint egy kicsit behoznám a pszichológiát, hogy egyszerűen van az a szint, amikor lefagysz, amikor nem tudsz nemet mondani, mert lefagysz. És valószínűleg az esetek egy részében ez történik akkor, amikor a lányok azt mondják, hogy hát ők nem akarták, lefagytak, megtörtént, elment a fiú, és feljelentik őket
szexuális bántalmazásért, tehát ezekben az esetekben igenis jogos. Tehát, hogy én tudom azt, hogy nagyon sok ember azt gondolja, hogy jaj, ne menjünk már el abba az irányba, hogy írásos nyilatkozat kell beleegyező nyilatkozat ahhoz, hogy bárkivel szexuális kapcsolatot létesíts, de azért nem, azt gondolom, hogy a fiúk egy része, vagy a férfiak egy része nem feltétlenül érzi a beleegyezéses közüsülésnek a fogalmának a mikéntjét, maradjunk ennyiben. Na és hát persze ez a fiúka éli az életét. Mondjuk azt azért hozzátenném, hogy komoly gyűlölő tábora van, és komolyan emberek nyomoznak azután, még mai napig is, ugye 2015-ben történt, hogy ő most jelen pillanatban mit csinál, hol van. És szóval, hogy valószínűleg ő egész életébe kísérteni fogja ez a tett, ha csak nem változtat nevet, de hát ugye a család miatt nem akar nevet változtatni, a jó hírű család miatt. Viszont a bíró bácsi el lett tüntetve. Az a helyzet, hogy olyan mértékű közösségi gyűlölet és társadalmi nyomást helyezkedett megint rájuk, hogy egyszerűen vissza kellett vonni, és nyugdíjba kellett küldeni a bíró bácsit, mert hogy nem. Tehát, hogy ilyen ítéletet nem hozhatsz. És amiért ezt a két ügyet szerettem volna hozni, egyrészt az is, hogy mekkora difi van, mekkora különbség van egy színesbőrű nő ellen, és egy fehérbőrű, jó módú fiúval kapcsolatban, egy tárgyalás, egy lezajt, mindennel kapcsolatban, de azt is, hogy igenis, a társadalomnak ereje van, és nekünk erőnk van abba, hogy mit engedünk, és mit nem engedünk meg megtenni, magunkkal és másokkal. Nekünk van erőnk, van szavunk ebben, még hogyha sokszor azt érezzük, hogy nincs, akkor is van. Igenis el lehet élni dolgokat, csak nem küzdeni kell érte. Hát ez volt ez a mai köztünk járnak per nőgyűlöletes rész. Remélem érdekesnek találtátok, vigyázzatok magatokra, legyen nagyon-nagyon szép napotok. Sziasztok!